1786-ban kerekedtek fel a kunságból a mai Bácskosút falvaiak ősei. Az idén a betelepítés 229. évfordulóját ünneplik a faluban. Ilyenkor adják át a helyi közösség elismeréseit. Plakettet kapott a régió legjobb agyaggalamb lövőit tömörítő Fácán Trap Egyesület. Egyéni elismerést pedig a helyi pappálcserkés csapat vezetőjének, Ágyas Zoltánnak ítéltek meg. A polgárok által megszavazott kitüntetett Radákovics Rozália egészségügyi nővér lett. Nagyon szépen szeretném megköszönni a szüleimnek, hogy ilyen embert neveltek belőlem. Hisz csak a dolgomat teszem, szeretem a hivatásom. Az ünnepség a falu egykori büszkeségében, a rekreációs központban folytatódott. A Moravicai fürdő a térség legmodernabb szabadidő központja volt. Sajnos a rendszerváltás alatt történt tulajdonosváltások után állapota nagyon leromlott. 2013-ban a helyi közösség visszavásárolta a fürdőt, most elkészült az első felújított medence is. Ez azért fontos, mert életet hoz, azért fontos, mert pénzforgalmat jelent, azért fontos, mert szállás lehetőség teremtését jelenti, és ez hosszú távon gyakorlatilag ezt a fajta turizmust, ezt a falusi turizmust megalapozza, és lehetőségként bontja ki. Az előttünk álló őszi napok ugyan nem a fürdőzésről szólnak, de a bácskosútfalviak addig is élettel töltik meg a teret. Tegnap este nagy sikerű koncertet tartottak a fürdőben.